minőségi időt látják, köszöntöm nézőinket. Az ötödik X után már nem olyan könnyen találnak az emberek párt maguknak, sokan nem mernek nyitni egy új társ felé, nincs elég önbizalmuk, és vannak, akik úgy gondolják, már nem igazán találhatják meg azt a társat, akire mindig is vágytak. Ám szerencsére rengeteg pozitív példa mutatja, hogy 50 felett is megtalálhatja az ember a szerelmet. Mai adásunkban az 50 feletti párkeresésről beszélgetünk vendégemmel, Geisz Klára pszichológus, pár- és családterapeutával. Szervusz Klára, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk ismét. Üdvözlöm a hallgatókat! Az igaz, Klára, hogy azért 50 éves korban már az emberek talán tudatosabban ismerkednek, mint 20 évesen. Mi az, amit elsősorban tisztázni kell az embereknek magukban, hogyha 50 év felett elkezdik keresni a társukat, a másik felüket? Nagyon logikus a kérdésed, mert tényleg így van, hogy jobban kéne ismerni az igényeiket, csak ez a generáció még a úgynevezett hagyományos kapcsolatokban tanulta magát a párkapcsolatot, és ez az 50 éves kor, 50 vagy 60 tája, ez ma már egy kritikus kor. Régen egy ennyi idős ember a nyugdíjas kora elején volt. Ma pedig egy 50 éves, ő van olyan, hogy már a gyerekek kirepültek, és a párkapcsolat elfáradt, és mondjuk elválik a párjától. Van, aki özvegységre jut, van, aki újra kezd egy új kapcsolatban, adott esetben még néhány nő gyermeket is szül, de például a második generációs apasság az egy korjelenség, hogy ők egy következő kapcsolatban újra egy fiatal partnerrel családot alapítanak, és van, akik újra társat keresnek. Azt, hogy a saját igényeiknek mennyire vannak tudatában, az is befolyásolja, hogy mennyire ismerték meg magukat a párkapcsolatban. És mondjuk azok az emberek, akik egy együttjárás után korán összeházasodtak, és elfáradt az a kapcsolat, vagy volt egy együttjárásuk és egy komoly felnőttkori házasságuk, ők nem biztos, hogy annyira tudják azokat az igényeket, amiket tudnak használni mondjuk az online társkeresésben. Tehát inkább úgy kellene felfogni ezt a dolgot, hogy egyrészt igenis, hogy 50-60 éves embernek is szüksége van társra és újrakezdésre, és meg kell ismerniük tulajdonképpen az online ismerkedés és a spontán randizásnak a piacát is, és ezen keresztül megtalálni, megismerni, megfogalmazni a saját igényeiket, mert valóban így van, ahogy mondod, hogy ahhoz, hogy jól tudjon társat találni valaki, ahhoz ismernie kell a saját igényeit bizony. Nem mindig pozitív a fogadtatása annak, hogyha valaki azt mondja, hogy 50, akár 60 év felett szeretne ismerkedni, ugye be vannak skatujázva, hogy ő csak édesanyja, vagy akár csak nagymama. Nehéz megbarátkozni ezzel, hogy valaki már nem anyuka, tehát nem kisgyerekes anyuka, de még nem nagymama, és még nem teljesen fiatal, de keresgéli a helyét a párkapcsolati piacon. És főleg az szokott a furcsa lenni, egyáltalán az újrakezdés, hogy újra szerelmes az az ember, akit a környezete mondjuk idősebbnek lát, vagy nagyszülő pozícióban lát, és pláne akkor, hogyha olyan partnerrel ismerkedik meg, akit a környezet nehezen fogad el, mert nagyon gyakori, hogy ezek például nem kortárs kapcsolatok lesznek, hanem adott esetben vagy fiatalabb, vagy jóval idősebb partnerrel találkozik össze. De akkor az nagyon fontos, hogy a család elfogadja és támogassa azt az embert, aki szeretne. Mindenféleképpen, tehát hogy ez az ő élete és az ő életének a határai és az ő döntése. És mivel a családból ugye mindenki éli a saját életét, neki szüksége van arra, hogy valamilyen meghitt kapcsolata legyen, aztán, hogy ez milyen típusú, ebben sincs teljesen egyetértés, mert nagyon sok olyan férfi, akik házasságban éltek, ők újra az új partnerrel ott szeretnék folytatni,
ahol korábban is. Tehát, hogy együttélést szeretnének nagyon sokszor az ennyi idős férfiak, és szeretnék a partnerüktől a gondoskodó pozíciót is. Nagyon sok nő pedig úgy gondolja, hogy ő már felnevelte a saját gyermekeit, és volt egy házassága, és ő már szabadidő partnerként, illetve ilyen látogató kapcsolatban két fedél alatt képzeli el a párkapcsolat folytatását, és ebben nagyon sokszor nincsen egyetértés. És pont emiatt az is nagyon gyakori, hogy ezért nem kortársak találják meg egymást, hanem a férfi, aki tartós együttélésre vágyik, egy fiatalabb nőt keres, vagy egy fiatalabb nővel akad össze, mert hogy az ő család alapítási igényét, tehát a fiatal nő gyerekvállalását szépen ki tudja egészíteni az, hogy egy tradicionális férfit talált, aki szintén családot szeretne alapítani, és lehet, hogy a fiatal hölgy a saját korosztályában nem tud még megismerkedni ilyen partnerrel, mert mondjuk a nő 30-as, és egy 30-as férfi azt mondja, hogy ő még élni szeretne, viszont egy 50-es férfi azt mondja, hogy ő újra családi életet és második generációs apukasságot szeretne. A 50-es nők viszont nagyon sokszor megismerkednek fiatalabb férfiakkal, mert lehet, hogy nem találnak kortárs férfit, vagy nem tudják kielégíteni a kortárs férfinak az együttélési igényét, és ők megismerkednek azokkal a fiatalabb férfiakkal, akik az idősebb nőhöz vonzódnak. És általában ez szokta, ahogy mondják pestiesen, kiütni a biztosítékot a környezetnél, a családnál, nagyon nehezen fogadják el az ilyen kapcsolatokat. Nagyon fontos akkor, hogyha egy pár megismerkedik, hogy akkor az igényeket, arról is beszélnek, hogy ki mire vágyik, hogy hát ne legyen ebből konfliktus, ahogy említetted is, hogy mondjuk az egyik fél nem szeretne összeköltözni, szabadidős programokat szeretne közösen, a másik fél pedig hát nem így képzeli el, hanem összeköltözni, és akkor hát komolyabban, vagy talán nem is komolyabban, hanem szorosabban azt szeretné fűzni a szálakat. Az igények ismerete az a saját magunk bemutatásában is fontos, személyes találkozás során is, de amikor valaki online keres párt, akkor meg hatványozottan, tehát hogy ne hirdesse meg azt, hogy sportos kirándulást kedvelő partnert keres, hogyha ő mondjuk egy otthonülős típus, mert akkor az a társ minden hétvégén kirándulni szeretne majd. És hogy picit meg kell ismerni azt, hogy mi a vágyak világa, és mi az a fajta realitás, amit mondjuk ő képvisel. Neked fontos, hogy olyan programokon vegyünk részt, ami minket is érdekel, hogy akkor esetleg egy olyan párt is találunk, hogy közös az érdeklődési kör. Na, akkor most már kanyarodunk is, ugye, itt a ismerkedési fórumokra. Igen, tehát, hogy a legjobb lenne az, és főleg az 50 fölötti korosztály még a hagyományos randizásokat tanulta meg ez a... Meglátjuk egymást, megszólítjuk egymást, de hogy ezt nagyon kevesen merik már. És bizony itt kezdődik az a dolog, hogy vagy megvan az illetőnek az igénye, hogy ő szeret túrázni, fényképezni, táncolni, és megpróbál egy olyan érdeklődési körű csoporthoz csatlakozni, ami azért elég nehéz, már maga a kimozdulás, mert mondjuk egy megözvegyülés, vagy egy válás után ez az újrakezdés, hogy az illető ne szigetelődjön el, és hogy saját magát úgy tudja vállalni egy közösségben, hogy itt már az én múltam nincsen, hogy valaha én a partneremmel jöttem, mentem párként, hanem hogy újra egyedülállóként kell magamat megjeleníteni. Ez először vesztesség, és valahogy ebből a vesztességből kell felállni, és elfogadni azt, hogy bizony ő valamilyen hobbi közösséghez egyedülállóként fog csatlakozni például. Vagy az is nagyon jó, hogyha az illető vállal talál új hobbit, mert ez is egy
ismerkedési lehetőség. Van egy nagyon fura elnevezésű ismerkedési mód, ez a kristálynövesztési stratégia. Hát ez egyáltalán nem fedi le azt, amit maga a szó kifejez. Ez arról szól, ahogy a kristály gyarapszik, ugye a kis szemcséivel, hogy lehet, hogy az ismerősöm ismerőse lesz az én partnerem. Tehát, hogy akkor is érdemes esetleg kimozdulni és társaságot keresni, társaságban lenni, hogyha nem látunk benne túl sok fantáziát, mert a véletlen találkozási lehetőségek is nagyon jók lehetnek. Tehát így van, akkor legyünk nyitottak akár az ilyen spontán találkozásokra. Azért sokan szeretnek hát a kerítő szerepében tetszelegni, és hát nyilván jót akarnak a barátjuknak, ismerősüknek, de hogy ha úgy érezzük, akkor ne hát tántorítson el minket ez a szituáció, hogy akár egy vakrandin is részt vegyünk. Igen. Hát szóval, hogy valahogy meg kell ismerni ezt a terepet is. Akár az online ismerkedés terét, akár a vakrandit, de nyilván kezdetben idegenkednek az emberek, és ez is egy önismeret, hogy ő abban az adott szituációban hogyan érezné magát, és hogyan tudná saját magát hozni. Aki kicsit ilyen konzervatívabb, merevebb beállítottságú, ő csak feszengeni fog ilyen helyzetekben. Aki meg nyitottabb, ő valószínűleg ki fogja tudni szedni ezekből a szituációkból azt, ami neki hasznos, de egyébként a támogatottság az ott is fontos lehet, hogy nem arra gondolok, hogy a felnőtt gyereke kísérje el az esetleg egyedül maradó szülőt, de lehet, hogy van olyan barát vagy barátnő, aki szintén ismerkedni akar, és akkor például egy-egy rendezvényre, egy-egy közösségbe kisebb baráti társaságok együtt is elmehetnek, kimozdulhatnak. Klára, milyen minőséget tud adni egy kapcsolatnak az, hogyha már a feleknek nyilván egzisztenciálisan már stabilak, már családot sem szeretnének alapítani, mert lehet, hogy az előző házasságukban ez már megtörtént. Tehát ez egy új szituáció, amikor egymásnak is élhetnek akár. Igen. Tehát milyen minőséget tud ez adni egy kapcsolatnak? Van erre egy nagyon jó elnevezés, és jó is, hogy megkérdezted, ez a magabiztosan a saját életedben. Tehát, hogy egy megélt élet, és tulajdonképpen a fejlődési feladatoknak már a kipipálása, tehát hogy megtörtént a karrierépítés, a gyerekek kirepültek, bár nyilván szükségük van a háttérre, egy egészen új lehetőséget ad. Nem véletlen egyébként, hogy az érett felnőtt kor határa, szerintem nem is találod, hogy mennyi időskorig tolódott ki, 65? Mert ugye, hogyha ezt vesszük, hogy 50 évesen még újrakezdés van, akkor tulajdonképpen ez a magabiztosan a saját életedben örülve annak, amit elértél, ez 65 éves korig tart, és a korfán utána következik az időskor. Tehát ez a másfajta kapcsolati minőség, ez igazából egy ilyen nyugodtabb élet, ami jobban a illetőről, saját magáról szól, meg a közös párkapcsolati igényekről, és arról, hogy azért a pár körül, ezt ne felejtsük el, ott vannak a generációk, mert hogy ez egy újfajta mozaik családa hozott gyermekekkel és rokonsággal. Tehát ez egy szép, jó minőségű élet lehet, és senki ne hagyja ki, hogy miután megváltozott az élete, nem szükséges egyedül maradnia, hanem hogy vállalja azt, hogy társra van szüksége. Neked vannak olyan, hát így mondom, pácienseid, akik ezzel küzdenek, hogy szeretnének, felkeresnek téged, és szeretnének ismerkedni, de valahogy mégsem sikerül nekik olyan társat akár bevonzaniuk, aki tényleg hozzájuk való lenne. Nekik milyen félelmeik szoktak lenni azért így az 50 éves, hogyha most a nőket nézzük? Hát a félelmeik inkább a sztereotípiák, amíg ki nem kerülnek a párkapcsolati piacra. Akár 50-es nők, de adott esetben még 50-es férfiak is, tehát hogy nem fog működni a dolog,
meg nincs lehetőségük, és aztán jönnek az első visszajelzések, akkor szépen fel tudnak bátorodni. Igazából az online társkeresés és randizás az ennek lehet a bemelegítő terepe, hogy ott, ha ők kilépnek, ha nem is a valóságos, de legalább online térbe, akkor látják azt, hogy nagyon sok ember az ő korosztályukból az újrakezdéssel van elfoglalva, és látják a saját lehetőségeiket is, hogy miket találhatnának, és azt is, hogy ők személy szerint, ez furán hangzik, de hogy mennyit érnek az online térben, és nagyon sokszor kiderül az, hogy sokkal értékesebbek, és sokkal nagyobb az érdeklődés irántuk, mint amit ők eleve gondoltak, csak azért ebben sokszor a környezet támogatása meg terápiás segítség kell, hogy a szingli egyedülállóból, mert ugye ne felejtsük el, hogy ezek az emberek valamilyen veszteség után indulnak, és hogy ebből az egyedülálló helyzetből ők át tudjanak lendülni egy újrakezdés felé, és adott esetben el tudják azt is fogadni, hogy az az élet, amit a új helyzetben, az új partnerrel élnek, az különbözni fog attól, amit ők sok évtizeden át megtapasztaltak. Tehát, hogy mindenféleképpen kell a tapasztalatokra való nyitottság, meg a lehetséges új partnerekre való nyitottság. Tehát ugye mind a kettő fél cipeli a puttonyát, és hát előfordulhat az is, hogy hát szakember segítségét kell kérni. Tehát nem árt, hogyha magunkkal is tisztába jövünk, és hát feldolgozzuk talán azokat a sérelmeket, amiket elszenvedtünk az előző kapcsolatba. Hát ez lehet a szakember segítsége, igen, de nem mindenki ezt választja. Az online randizás pedig ennek a tréningje lehet. Pont amit szóba hoztál, az igényeket, hogy én mit szeretnék, mit akarok elérni. Ott derül ki például az, hogy néhány olyan kritérium, amit a randizók kezdetben fontosnak tartanak, hogy a partnernek például a testmagassága, meg a testsúlya, az mennyire fontos, és hogy ők saját maguk vajon ezen a skálán hol helyezkednek el, mennyire kívánatosak, mennyire nem. Ezt a környezet vagy egy kívülálló ember soha nem tudja nekik elmondani, vagy igazából elfogadtatni, hogy ha kedvelünk, szeretünk valakit, vagy a környezetük őket, nem a testmagasságuk vagy a testsúlyuk miatt fogja kedvelni, vagy kívánatosnak találni. Ehhez például a online randizás világa kell, és aztán a találkozások, mert ugye nem jó, ha sokáig írogatnak egymásnak, ez is egy javaslat, hogy viszonylag rövidebb idő után célszerű találkozni. Ott derül ki, hogy ilyen, nyilván vonzalom az szükséges, de hogy ilyen kritériumok, mint testmagasság, testsúly csak arra jók, hogy saját magának komplexusokat okozzon vele, és hogy X számú ember, aki esetleg partnerjelölt lehetne, kizáródjon az ő keresési listájáról. Hát az is fontos, azt gondolom, hogy ne adjuk fel, tehát hogyha nem a harmadik ember lesz az, akibe tényleg megtaláljuk, itt most az online térre gondolok, akkor se keseredjünk el, mert sokan lehet, hogy feladják, hogy hát ez hülyeség, és inkább hagyni kéne az egészet, hanem igenis ne adjuk fel, hanem ugyanúgy legyünk akár aktívak. Hát, hogy józan ésszel és nyitottsággal, de általában akkor szokott azért ez sikerülni, ez a fajta társkeresés, hogyha van közben egy ilyen könnyedség. Tehát, hogy ez, amiről elkezdtünk beszélni, hogy társaságba járni, különböző hobbi csoportokat megkeresni, esetleg meghirdetett randikon részt venni, nyilván korosztályos meghagyással, az pont ebben segít, hogy valahogy lazábban, oldottabban tudjon lenni az illető férfi, illetve nő társaságban, mert ugye azt ne felejtsük el, hogy esetleg egy több évtizedes kapcsolatból kiszakadva ez nem megy olyan könnyen, pont amiről az előbb
szó volt. Tehát, hogyha nagyon rászűkül, beszűkül az illető erre, hogy társtalálás, társtalálás, és ez már a harmadik alkalom, és még mindig nincs megfelelő jelentkező, ott az csak kudarcélmény és önostorozás és rossz közérzet. Persze az is működik, hogy akkor ő még nincs készen rá, tart egy kis szünetet, és majd később folytatja, de még jobb dolog az, hogyha kicsit oldottabban tud lenni idegen férfiak vagy nők társaságában. Ugye azt a kifejezést szokták utálni az emberek, hogy engedd el ezt a dolgot, és akkor menni fog. Mert hogy nem az elengedés a megoldás, valószínűleg ott hátul a fejében azért működik ez a dolog, hogy hú, de jó lenne megtalálni, csak nem szabad beszűkülni rá, mert lehet, hogy amíg az online térben keres, ugye ez érvényes fiatalokra és idősebb korosztályra, és addig elhagy számtalan lehetőséget, amik mondjuk a hétköznapi életben adódnának. Tehát akkor nagyon fontos, hogy könnyeden és lazán kezeljük ezt, ne pedig rágörcsöljünk, ezt tartsuk mindig azért szem előtt elsősorban. És támogasson és a környezet. A környezet, így ami van. Nagyon fontos. Nagyon szépen köszönöm, Klára, hogy eljöttél hozzánk, és beszéltünk erről a témáról. Köszönöm szépen. Köszönöm a beszélgetést én is. Nézőinknek is köszönjük a figyelmet, egy hét múlva találkozunk, viszontlátásra.